Kerékpárral most nem könnyű például a kertvárosból a városközpontig a félvárost megkerülni. Reggel jöttem, és akkor még elbírtam jönni, de most már visszatessék jöttek. És mostan kell mennem a Majsai hídon keresztül, és hát elég messze van. Elég messze, főleg ilyen 70 évesen biciklizni arra körbe, nem könnyű. Jelzőlámpák segítik a közlekedést a Jadránnál és a Majsai hídnál is. A gyalogosok szombat reggel szembesültek először azzal, hogy csak akkor mehetnek át a Jadránnál, ha zöld a lámpa nekik. Pajászás szadisz, de nem ez a vajszámpor. Mislim, ne znam zašto se ga tu postoji, vjerojatno zbog ovog sada ovaj rušenja. Sad tu već ne može se proći, ja krenula u Lidlu. Može se proći, ima za pešake. Ima znači... za pešake, dobro za pešake može. Pa, malo ćete se penjati. Malo ćemo se penjati, već navikli smo na svakako čudesa. Ništa novo nije. A Gyúrógyákovics utcában ideiglenesen megszűntek egyes gyalogátkelőhelyek és buszmegállók. Egyelőre a meglévő alternatív útvonalak állnak a polgárok rendelkezésére, azaz a Koszovó utca, a Majsai út, a Losiny utca, a Balkáni utca, amelynek az aluljáróhoz közeli részét zúzott kővel töltötték fel, hogy járható legyen, és az Újvidéki út, más néven a Palicsi kerülő út. Az ígéretek szerint július 5-ére elkészül az az új út, amely összeköti a Losiny utcát az Entai úttal, ezen az útszakaszon a szennyvíztisztítónál lehet majd lehajtani. Július 20-ára el kellene készülni a Bajnát utca meghosszabbított szakaszának is. E két utóbbi kereszteződésében körforgalom épül. A Majsai hídnál a Jován Mikics utca felől szombat délelőtt már kezdtek feltorlódni a járművek. A Balkáni utca felé is egyre többen kerültek. Én itt lakok, úgyhogy én legtöbbet gyalogolok. Legtöbbet gyalogolok, mert most már itt Szabadkán nem érdemes kocsit hajtani a városba, és még itt is annyira tumultus van, hogy nem mondja. Reméljük nem sokáig, nem olyan nagyon sokáig fog tartani. Hát úgy mondják, új évig talán megoldják ezt a szabadkai részt. Kern Imre, Szabadka alpolgármestere, a palicsiak, hajdújárásiak, királyhalmiak számára egy másik alternatív útvonalat javasolt. Egy legjobb, hogyha az autópályán és az Y-ágazáson közlekednek, akár az Ombori úti körforgalmi, vagy a Topolyai úti körforgalmi, és azon az úton keresztül közelítik meg a város nyugati, illetve déli részét. Tehát, hogyha például valaki a kórházba megy Palicsról, vagy hajdújárásról, akkor sokkal célszerűbb ezeken az utakon menni, közlekedni. A szabadkai aluljárónál végzett útépítési munkálatok miatt megváltozott több autóbusz menetiránya is. A 3-as, a 4-es, a 6-os, a 9-es, a 10-es, a 16-os városi, illetve a Ludas és Szabadka, valamint a Törökkanizsa és Szabadka között közlekedő járatokat érinti a változás. A buszok nagy része a Szegedi útról a Jován Mikics útra kanyarodva kerül, majd átkel a Majsai hídon. Onnan a Gyúrógyákovics utcán haladva a Maxim Gorki utca felé fordul, és folytatja útját a megszokott vonalon. Az 1A, a 2-es, a 8-as és a 8A buszok menetiránya nem változik. Az építkezés a buszok menetrendjére nincs kihatással. Az illetékesek megkeresésünkre azt mondták, hogy a mentőautók, a tűzoltók és a rendőrjárművek számára nincsenek külön biztosított útvonalak, ők is az alternatív útvonalakat használják. Ezért a gépjárművezetőket arra kérik, hogy szükség esetén, amennyiben dugók alakulnak ki, akkor biztosítsák az elsőbséget élvező villogóval közlekedő járművek elhaladását.